Mohafal került a Kolosi térre, egy olyan utcabútor, amelyet a most kezdődő féléves teszt időszak alatt a számítások szerint 275 fa levegőtisztítási teljesítményét biztosítja a környéken élőknek. A City Tray felállítása elsősorban a harmadik kerületi városvezetés környezettudatos szemléletét demonstrálja, tehát nem ettől várjuk Óbuda levegőjének tisztábbá tételét, bár kétség kívül hozzájárul ahhoz. Fő célunk továbbra is a zöld felületek növelése. Az utcabútor forgalmazója a német Green City Solution. A cég vezérigazgatója Dénes Hónusz arról beszélt, hogy a maha kultúrák nem csak megkötik, hanem meg is eszik a káros anyagokat, és biomasszává alakítják azt át. A fák az árnyékukkal mintegy 20, párologtatásukkal pedig további 5-10 fokkal hűtik a levegőt. Bármilyen növény képes ezt a teljesítményt nyújtani, de a mohák ezzel az egész finom szerkezetükkel pedig a párologtatáson keresztül különösen képesek hűteni a környezetüket. A mohafal célja a káros nagyvárosi hatások csökkentése. Előbb a levegő munkacsoport képviselője beszélt arról, hogy milyen légszennyezettségi hatás van, és akkor még nem beszéltünk azokról a stressz helyzetekről, amit egy nagyvárosban egy itt élő ember átél. Öröm tehát minden olyan kezdeményezés, akár önkormányzati, akár kormányzati részről, amely megpróbálja ezeket a káros hatásokat csökkenteni vagy kiszűrni az életünkből. A City Tree folyamatosan adatot gyűjt a saját működéséről, és az információs felületén meg is jeleníti azt, így látható a pillanatnyi légszennyezettség és a mohafal teljesítménye is. A mohafal működéséhez szükséges elektromos áramot napelemekkel állítják elő és akkumulátorokban tárolják.